február 27. napján, valamint 2024. május 21. napján megtartott nyilvános, folytatólagos tárgyalások alapján a bíróság meghozta a következő ítéletet. A bíróság dr. Tamasi József vádlottat az ellene rémhírterjesztés büntette, BTK 337. paragrafus második bekezdés miatt emelt vád alól felmenti. A tetszésnyilvánítást azt nem a tárgyalóta nem vetesse meg különösségben megtenni. Az ítélet rendelkező részét átadom az ügyészség, a védő, valamint a vádlott részére, ezeket tessen egy különösségben átvenni tőle. Ön is jöjjön, hogy foglaljanak helyet a bíróság röviden szóba, mi az mielőtt azt mondani indokolást elkezdeném, azt szeretném elmondani, hogy aki a tárgyalásnak a korábbi részében nem volt jelen, most is érvényes az, hogy hallgatóságként vannak jelen, hallgatóságként csendben kell maradniuk, az ítélet szóbeli indokolásának menetét, rendjét nem zavarhatják, ellenkező esetben kénytelen leszek az illető távozásra felkérni. Tehát a bíróság a lefolytatott bizonyítási eljárás alapján, mint ahogy az a rendelkező részben megfogalmazott döntést is mutatja, arra a meggyőződésre jutott, hogy a vádlott felmentése szükséges. Mivel mind a vádbeszédben, mind a védőbeszédben elhangzottak olyan tények, körülmények, amelyek felvetik annak szükségességét, hogy egy kicsit nem csak a jogszabályok értelmezésével és elemzésével foglalkozzon a bíróság az ítélet indokolásában, hanem egy kicsit szélesebb körben határozza meg és helyezze el ennek a jogszabálynak a létét, értelmét, ezért a magam részéről avval kezdeném az indokolást, hogy ami itt a bizonyítási eljárásban kibontakozott, az tulajdonképpen egy olyan ősi dilemmának nevezhető összeütközés a pozitív jog és a természet jog között, ami az ember belső erkölcsi meggyőződését és adott esetben a tételes jogi szabályozást, mint irányadó szabályozást hozza valamilyen kollízióba. Ismert az irodalomból, a szép irodalomból, hogy így fogalmazza Antigóné története, ahol egy belső erkölcsi törvény és egy uralkodó vagy vezető által hozott törvény volt, ami benne összeütközést keltett. És akkor, amikor ezen a mai tárgyaláson az utolsó szó jogán tett felszólalásban is, meg korábban is elhangzott az orvosi esküre való hivatkozás, és az a lelkiismereti meggyőződés, amivel dr. Tamasi József a munkáját végzi, akkor azt gondolom, hogy joggal merül fel ez a kérdés, hogy a belső erkölcsi meggyőződésének, vagy a jogszabályoknak tartozik engedelmességgel, hiszen ugye pozitív jog és a természetjog közötti ilyen dilemma az többször az évszázadok vagy évezredek folyamán felmerül. Korábban az Alkotmánybíróság hozott több olyan döntést, ami arról szólt, hogy a lelkiismereti szabadságának megfelelően hozhat minden orvos döntést azzal kapcsolatban, hogy akár az abortusz elvégzése, vagy bármilyen egyéb beavatkozás során ezt vállalja-e, avagy sem. Akkor, amikor különleges jogrend idején működött a magyar állam, és nem csak a magyar állam, hanem a világviszonylatban lehetett azt megállapítani, hogy szükség volt olyan eddig nem ismert és nem alkalmazott állami lépésekre, amelyek sokkal nagyobb mértékben tették szükségessé az állam jelenlétét, különböző szabályozásokat azzal kapcsolatban, hogy bizonyos életviszonyokat vagy területeket meghatározzon az állami berendezkedés. Ez a magyar kormány, illetve a magyar vezetőség részéről egy választott út volt, amit mivel Magyarország területén érvényesülnek ezek a jogszabályok, mindenkinek be kellett tartani, követni és alkalmazni. Ezeknek a rendkívüli jogrend idején hozott szabályoknak jogkövetkezményei is voltak, ilyen volt például mondjuk a kijárási tilalom megsértése, mint szabálysértés szerepel, és ez is megfelelő módon szankcionálásra kerül.
Azt hangsúlyozni kívánunk, hogy a bíróság ezzel az ítélettel nem szakmai kérdésben foglalt állást, nem azt állapította meg, hogy abban a vitában, és hangsúlyozom, hogy tudományos vitában, amely a bíróság álláspontja szerint a mai napig is tart, nem egyértelmű, és nem erről szól ez az ítélet, hogy dr. Tamási Józsefnek van igaza, és az ő álláspontja a helytálló, avagy azoknak az álláspontja az irányadó és elfogadó, akik az oltást támogatták, és azzal kapcsolatosan osztották meg nézeteiket. A bíróság kizárólag a jogalkalmazást terén maradva azt vizsgálta, hogy a vádott terhére rótt büntető törvénykönyvben megfogalmazott törvényi eljárás elemei maradéktalanul megvalósultak-e. Mivel a jogalkalmazás alapvetően arról szól, hogy a bíróság a jogalkotó által meghozott szabályokat alkalmazza egy-egy adott esetre, ami a bíróság elé kerül, ezért annak, hogy a irányadó jogszabálynak milyen keletkezési körülményei voltak, alapvetően nincsen jelentősége, de ebben az esetben, mivel egy olyan tényállásról van szó, ami rendkívüli körülmények között született, kell egy olyan kitekintést tenni, ami ennek a megfogalmazását vagy létrehozását indokoltá tette. Az az élethelyzet, amiben akkor Magyarország, illetve több más ország is volt, egy olyan felfokozott érzelmi, gazdasági helyzet volt, egy olyan kihívással kellett szembenéznie világviszonylatban mindenkinek, ami eddig lényegében ismeretlen volt, vagy legalábbis az elmúlt jó néhány évtizedben nem kellett ezzel foglalkozni. A jogalkotó szándéka, amikor a rémhírterjesztéssel kapcsolatos törvényi tényállást kiegészítette a második bekezdéssel foglaltakkal, akkor az volt, hogy valamilyen módon ezt a felbojdult társadalmi élethelyzetet próbálja meg keretek közé szorítani, hiszen egyébként a híradásokból is az volt megismerhető, hogy milyen áldozatok vannak, mekkora a létszám, hol tartanak a kutatások, tehát információt szolgáltattak, az egyébként elmondható volt és tapasztalat, és ezért a bíróság ezt köztudomású tényként is kezelte az ítélete meghozatala során, hogy egy olyan egyébként felbojdult társadalmi élethelyzet volt, amiben a félelem az ténylegesen és valósan jelen volt. Ami ennek a tényállásnak a tartalmi kereteit illeti, a védett jogi tárgya nem pusztán a köznyugalom, hiszen erről maga ehhez a tényállási részhez fűzött kommentár és szakirodalom is ír, hogy nem volt igazából köznyugalom, vagy mint védett jogi tárgyról nem beszélhetünk, mert a nyugodtság állapota az ebben az időszakban nem volt jellemző, hanem inkább a közrend megóvása volt az, ami elsődleges cél volt, hogy az a korábban működő jogrend, ami érvényben volt és irányadó volt, minél előbb helyre tudjon állni, és ennek érdekében volt szükséges olyan törvényi tényállást megfogalmazni, amely kifejezetten arról rendelkezik, hogy a rendkívüli jogrend idején milyen információ közlésének lehet helye és tere, pontosan azért, hogy a már egyébként sem nyugalomban lévő közösség ne kerüljön kitételre olyan további híreknek, információknak, amely ez káros irányba tereli, illetve hagyja. Ez a tényállás pedig, mint ahogy már egyébként elhangzott a mai napon, de azt gondolom, hogy mivel ez a kiinduló pont, én magam is felidézem, tehát aki a különleges jogrend idején a nagy nyilvánosság előtt valótlan tényt, olyan valótlan tényt, vagy valót tényt oly módon elfertőzve állít, vagy híreztet, amely alkalmas arra, hogy a védekezés eredményességét akadályozza, vagy meghiúsítsa, az büntetet követel. Amit kiemelni szeretnék ezzel kapcsolatban, hogy a bíróság azt vizsgálta,
hogy az egyes tényállási elemek megvalósultak-e, és arra a vádlott tudata kiterjedte. Mivel a cselekmény kizárólag szándékosan követhető el, az azt jelenti, hogy vagy egyenes, vagy esetőleges szándékú, de gondatlan alakzata nincsen, így a tényállás valamennyi elemére, ismérvére vonatkozóan szükséges, hogy az elkövető tudata kiterjedjen. A korábbi meghallgatások során a vádlott nyilatkozott arra vonatkozóan, hogy tisztában volt azzal, hogy különleges jogrendben érvényben is az irányadó Magyarországon, ez egyébként a hírekből is megismerhető volt, és ahogyan arra hivatkozott is az utolsó szójogártett felszólalásában, a jogszabály nem ismerete nem mentesít a felelősség alól, tehát ilyen értelemben véve, ha nem is tudott volna arról, hogy különleges jogrend van érvényben, akkor is ez a kihirdetett kormányrendelet, ez érvényes volt az ő esetében is. A másik tényállási elem a nagy nyilvánosság előtt történő elkövetés. Kétségtelen tény, és ez bírói kérdésre is elmondta, hogy ezt a videó üzenetet, amit közzétett, arra szánta, azzal a céllal közölte, hogy minél több emberhez eljusson az információ, és minél többeket tájékoztasson azzal kapcsolatban, hogy milyen más nézetek, elképzelések vagy tények vannak a járvánnyal, illetve ezzel az élethelyzettel kapcsolatban. Így a bíróság megítélése szerint az, hogy ez a nyilatkozata saját szobájában, dolgozójában, vagy egy konferencián hangzik el, és azt követően jut el a meghatározatlan számú szereplőhöz, személyhez, az ilyen értelemben véve nem releváns. A lényeg, hogy ezt nagy nyilvánosság elé szánta, és az is meghatározó, hogy ez olyan számú személyhez jutott el, akik nem meghatározható számú személyek, így a nagy nyilvánosság a 10-nél több fő bizonyosan megvalósult és megállapítható. Az a kérdéskör, hogy a vádlott állítása valótlan tényállításnak, híresztelésnek tekinthető-e, vagy való elferdítésnek, ezzel kapcsolatban a bíróság arra az álláspontra jutott, és lényegében ez vezette a bíróságot arra, hogy felmentő rendelkezést hozott a vádlott esetében, ugyanis a bűncselekmény megállapíthatóságának követelménye az, hogy az elkövetőnek tisztában kell lennie azzal, hogy amit állít, az valótlan, vagy pedig ismeri a való tényeket, és a szándékosan elfeldíti, torzítja, olyan nyilatkozatot tesz, amely nem felel meg a valóságnak. Én magam részéről azoknak a alkotmánybírósági határozatoknak vagy részeknek az ismétlésétől tartózkodnék, ami már egyébként elhangzott, és aztán azt emelném ki, hogy a valótlanság állítása az azt jelenti, hogy olyan nyilatkozatot kell tenni az elkövetőnek, amely általa tudottan valótlan, amely koholmány, kitaláció, semmi valóság alapja nincsen. Ezért részben engedett teret a bíróság annak a vádlotti nyilatkozat bizonyítékként történő értékelésével, hogy a vádlott megjelölje azt, hogy a nyilatkozata megtétele során, tehát akkor, amikor ezt a videóanyagot közzétette, milyen tények birtokában volt, és a nyilatkozatát akkor, amikor megtette, akkor melyek voltak azok az információk, amelyek rendelkezésre álltak. Amikor a bíróság azt állapította meg az ítéletében, hogy ez a tényállási elem hiányzik, akkor nem abban a kérdésben foglalt állást, hogy valós az, amit a vádlott állított, hiszen ezt hangsúlyoztam, hogy nem orvosszakmai kérdésben foglalt állást a bíróság, hanem arról a tudattartalomról döntött, amit az eljárás során a bíróságnak vizsgálnia kellett, hogy akkor, amikor a vádlott nyilatkozott, akkor az a nyilatkozata az ő akkori tudása és ismeretei szerint tartalmazott-e általa és tudottan valótlan tényeket.
Lényeges az is, hogy egy olyan témakörről van szó, ami az egész társadalmat, a közéletet foglalkoztatta akkor is, és igazából most is. Megosztotta a társadalom tagjait, hogy ilyen kifejezéssel éljek a isták és antisták, tehát azok, akik az oltást támogatták, vagy az oltást ellenezték. Ez sem egy életidegen élethelyzet, hiszen nagyon sok olyan volt már akár a történelem során is, hogy két pártra szakadtak emberek, két külön csoportot alkotva, az egyik csoportban azok, akik valamilyen nézetet vallottak, a másik csoportban pedig azok, akik ennek az ellenkezőjét vallották. Ami lényeges is, az Alkotmánybíróság 15-ben 2022-es határozatából kiemelendő. És egyébként ezt a kommentár és valamennyi szakirodalom alátámasztja, hogy követelni az, hogy akkor, amikor a nyilatkozat elhangzik, akkor az elkövető legyen tisztában azzal, hogy valóban nyilatkozatot tesz, valóban állít. A bíróság a lefolytatott bizonyítási eljárás alapján azzal, amit a vádlott elmondott, hogy honnan szerezte az információit, a tudását, mire alapozott. Az a nyilatkozat, ami szerint akkor már ez az ismerete rendelkezésre állt, a végzettsége, a népegészségtan szakvizsgája, a belgyógyászat szakvizsgája, az a tényállítása, hogy angol, német, olasz nyelven beszél, olvas, fordít, tehát az eredeti források tanulmányozását elvégezte. Ez mind olyan tény és körülmény volt, amelyből a bíróság nem tudott arra következtetést levonni, hogy a nyilatkozatai valótlanságával akár csak egy gondolat erejéig is tisztában lett volna. Ugye ez a bizonyítási eljárás annyiból is speciális volt, hogy tulajdonképpen egy tanú meghallgatására került sor, aki a vádlott felesége, és az ő vallomása annyiból járult hozzá a bíróságnak ehhez az álláspontjához és annak kialakításához, hogy elmondta, hogy a dr. Tamasi József milyen mély meggyőződéssel hitte és vallotta azokat az állításokat, amiket ebben a videóban megfogalmazott, beszámolt arról, hogy szívügyének tartotta akkor azt, hogy tájékoztassa az embereket azokról a lehetőségekről és kérdésekről, amikről az ő elgondolása szerint még nem kaptak megfelelő tájékoztatást. Felmerült a felszólalásokban, így az utolsó szóval tett nyilatkozatban az is, hogy ha utóbb bebizonyosodik, hogy igaza van, vagy utóbb valamilyen változás történik az adatokban, az vajon hogyan hat ki a cselekmény büntetőjogi megítélésére. Lényeges, hogy ez szintén az Alkotmánybírósági határozat, valamint a különböző szakcikkének, hogy az úgynevezett utólagos okosság kérdésköre nem releváns, ugyanis előállhat az az eset, amikor az elkövető tesz egy nyilatkozatot, amelyről utóbb bebizonyosodik, hogy valóban. Emiatt nem vonható felelősségre, hiszen ez a, mint elmondtam, hogy az akkori nyilatkozattételkori tudatállapotot kell vizsgálni, azt jelenti, hogy nem számít, hogy utóbb az a tény vagy körülmény, amelyről a nyilatkozó beszél, utóbb esetleg valótlannak bizonyul, mert ha utóbb válik valótlanná, vagy utóbb bizonyosodik be, hogy az nem alapoz meg büntetőjogi felelősséget egyáltalán. Amit fontosnak tartok még elmondani, az az, hogy a bíróság megítélése szerint, és itt nem csak a kifejezetten a rémhírterjesztéssel kapcsolatos alkotmánybírósági határozatra, hanem korábbi alkotmánybírósági határozatra is hivatkozni kívánok, hogy lényeges az, hogy amikor a nyilatkozó beszél, akkor tényt állít, vagy értékítéletet fogalmaz meg.
az is töretlen a bírói gyakorlatban, hogy valamennyi nyilatkozatot legyen az magánvádas eljárásban elbírált, becsületsértő vagy rágalmazó jellegű, vagy pedig rémkételjelentéssel kapcsolatos tényállás. Teljes egészében kell vizsgálni a bíróságnak, nem lehet abból különböző részeket kiragadni, összefüggéseiben és a teljes szövegkörnyezetben kell a nyilatkozatokat megvizsgálni a bíróságnak. És éppen ezzel kapcsolatban jutott arra a bíróság, hogy azok a résznek, és most itt én külön nem idézném, de néhányat csak pusztán azért, hogy érthető legyen. A vádlottnak a nyilatkozata, ami a tárgyaláson jegyzőkönyvben teljes egészében rögzítésre került, mint egész értelmezendő, és abban valóban, ahogy az elhangzott a vallomásában is, vannak olyan megnyilvánulások, amelyekkel kapcsolatban fogalmazhatott volna finomabban vagy árnyaltabban. Nyilatkozatában elmondta azt is, hogy ennek a felszólalásnak mi volt az indoka, vagy milyen erős érzelmi megnyilvánulás vezette. Értékítélet az, ami vélemény, ami egyfajta kritikát fogalmaz meg, még akkor is, hogyha ez erős, vagy adott esetben túlzó jellegű, és a bíróság a vádlott nyilatkozatainak jó részét ilyenként fogadta el, és ilyenként értékelte. Ide tartozik a hivatkozott gyerekekkel kapcsolatos nyilatkozata, ez a vágóhídra viszik a birka szülők a gyerekeket. Ez egy nagyon erős kritikai megfogalmazás, de nyilvánvaló, hogy nem a szó szerinti értelemben vett vágóhídra vonatkozik, ahová egyébként az állatokat szokták hajtani kiképviselő, hanem egy nagyon erős, esetleg még túlzónak is mondható szimbolikus megnyilvánulás, illetve megjelenítés. Az injekciók mérgező jellegével, az emberiség elleni háborúval kapcsolatos nyilatkozatait is ilyenként értékelte a bíróság, amelyeket értékítéletében erős, adott esetben itt is túlzó nyilatkozatában, szimbolikus kifejezések használatával említett. Úgy szintén a hamis buta biztonságérzetet adó maszk használat. Ez a bíróság megítélése szerint vélemény nyilvánítás és értékítélet. Ami az irányadó tételes jogi szabályt illeti. Ugye rendkívüli jogrend idején lehetőség van az alaptörvényben biztosított alapjogok korlátozására, és azok felfüggesztésére bizonyos körülmények között. Ugyanakkor az, hogyha ha valaki a valósággal egyező tényt állít, vagy ilyet híresztel, az nem minősül bűncselekménynek még a rendkívüli jogrend idején sem. És ami még tényállási elem, az pedig az a körülmény, ami még a kiforratlan, hiszen ennek az egész bűncselekményi tényállásnak nincsen olyan gyakorlata, ami a számos elítélésből meríthető lenne. Az pedig nem más, mint az alkalmasság a védekezés eredményességének akadályozására vagy meghiúsítására. Mivel ez a bűncselekmény, egy immateriális bűncselekmény, ami azt jelenti, hogy nem kell, hogy bármilyen eredménybe következzen, nem releváns az elkövetőnek a célja, szándéka, motivuma. Ezt azért tartom lényegesnek elmondani, mert felmerült itt az a kérdés, hogy hány ember vett rá arra a nyilatkozata révén, hogy ne vegye fel az oltást, vagy ne hordjon maszkot.
Ezzel kapcsolatban a jogirodalom azt a kifejezést használja, hogy objektíve hatóképes kell legyen. Ez azt jelenti, hogy ha és amennyiben valaki ezeket a tanácsokat megfogadja, akkor alkalmas arra, hogy őt azoknak az intézkedéseknek az elvetésére sarkalja, amelyen egyébként a jogalkotó, akkor ugye értelemszerűen a kormány elrendelt. Ez egy elméleti okfejtés, ugyanis ebben az esetben azt kell logikailag végig gondolni, hogy ha azt az álláspontot fogadja el világviszonylatban az emberiség, hogy volt és van COVID-19 járvány, az ellen úgy kell védekezni, hogy oltás kell, hogy maszkot kell viselni, akkor az ilyen intézkedések ellen az a beszéd, ami a vádlott részéről elhangzott, az alkalmas-e az ellenállás kiváltására, és ezzel kapcsolatban pedig ugye értelemszerűen arra a következtetésre lehet jutni, hogy igen, alkalmas, hiszen arra buzdítja a hallgatóit, hogy ennek álljanak ellen, vagy gondolkozzanak el azon, hogy egyáltalán ilyen védekezésnek, vagy ilyen intézkedésnek alávetik-e magukat. Tehát összességében véve az a nyilatkozat, ami elhangzott, hogyha abból indult volna ki a bíróság, hogy a vádlott nyilatkozata bármilyen módon is tartalmaz valótlanságot, és vagy a valót elfelejtve tette volna meg, akkor alkalmas arra, hogy a védekezésnek objektív módon tekintve az eredményességét akadályozza. Nem kell ezt számszerűsíteni, nem kell kimutatást végezni ahhoz, hogy ez ténylegesen hány esetben történt meg. Mint ahogy a egyensúly kedvéért azt is hozzáteszem, hogy ahogyan arra sincsen adat, hogy aki nem vette fel az oltást, az mitől menekült meg. Ezek, ahogyan az a vádott nyilatkozatában elhangzott, olyan tények és körülmények, amelyekre vonatkozóan vagy nem történt még vizsgálat, vagy nem lett olyan, ami bárki számára hozzáférhető lett volna, de nincsenek adatok, és ezért is tartottam fontosnak azt elmondani, hogy nem abban a kérdésben foglalt állást a bíróság, hogy kell-e az oltás vagy sem. Ezt aki megtehette, szabadon eldöntötte, hogy felveszi vagy sem, aki nem tehette meg, az úgy döntött, ahogy döntenie kellett. Itt jelen esetben az a kérdés volt a bíróság előtt, hogy az a cselekmény, ami a vádiratban megfogalmazásra került, az bűncselekménye, azt a vádlott elkövette-e. Ezzel kapcsolatban pedig a bíróság arra a meggyőződésre jutott, hogy a törvényi tényállásnak az az eleme és az a része, hogy valótlan állított, vagy a valót elferdítette, és úgy tett nyilatkozatot azokból a tényekből, körülményekből, ami a vádlott nyilatkozatából és a személyes körülményeivel kapcsolatban előadottakból következtetésként levonható volt, ott a bíróság arra a következtetésre jutott, hogy tudatosan nem mondott olyat, ami valótlan, nem felítette el a valót. Ehhez képest pedig a vádlottot a bíróság tényállási elem hiányában, bűncselekmény hiányában vezette fel. Ez az ítélet rövid szóbeli indokolásaim a magam részéről, most jelenleg többet nem kívánok elmondani. Az ítélet vonatkozásában három dolgot tehetnek, jogorvoslati nyilatkozatban ez tudomásul vehetik, fellebbezést jelenthetnek be, vagy három munkanap gondolkodási időt tarthatnak fenn. Először az ügyészség képviselőjét kérem. Tisztelt bíróság! Nyilvánvaló, hogy megértettem a tisztelt bíróság ítéletét, nyilvánvalóan ez az ítélet arról szól, hogy a lényegterjesztés törvényi tényállásának egy elemét nem valósította meg a bíróság álláspontja szerint a vádlott. Nyilvánvalóan a vádlottság ezt az álláspontot nem osztja, ezen első bírói állásponttal vitatkozik, továbbra is fenntartom a rögzítetteket, tehát mindezek alapján a vádlott terhére súlyosításért megalapozatlanságért felelezést jelent. Tamási úr, önnek kell nyilatkozni,
nyilatkoznia, akar-e a védővel konzultálni, nyilatkozott ételemet, vagy tud anélkül is nyilatkozni. Tudomásul veszi az ítéletet, megértette. Tudomásul veszi, megértette. A tárgyalást berekeztem, köszönöm a megjelenésüket, szívesen fogadom az ítéletet, 60 napon belül, illetve 60 napon belül meg fogják kapni. Köszönöm a megjelenésüket, mindenkinek minden jót kívánok. Politikai alapítót, a politikai alapítót, egy valóság tényállításról döntve ez a parancs.